Sziasztok, Judit vagyok. Ez a videó arról fog szólni, hogy hogyan készítünk fémpecsételőket kömüves szegekből. Ezek így néznek ki. Különböző mintákat készítettem már el saját használatra. Ma megtanítom neki, hogy megmutatom, hogy hogyan készül. Kömüves szegekre van szükségünk. Ezek 7,5-8 cm-es hosszú kömüves szegek. 3 inch hosszú, és doboz számra árulja. Szükség lesz egy kiskézi hevítő forrasztó pisztolyra, hideg vízre, néhány reszelőre, smirgli papírra, vagy dörzs papírra, illetve valami finomabb csiszolóra. Az én esetemben én egy ilyen ékszerész csiszolót használok. Még szükség lesz egy kis fűrészre, és körülbelül ennyi. Akkor hozzá is kezdeni. Az első mozanatban a szöget erre a szén darabra fogom helyezni, és addig hevítem, addig hevítem a szegnek az alsó részét, a hegyezett részét, ameddig az ki nem forrósodik és tűzpirosan nem válik. Nem kell az egész szeget felforrósítani, ezt pedig azért csináljuk, azért hevítjük és hagyjuk utána szép lassan kihűlni, hogy képlékenyebbé váljon, könnyen tudjuk megmintázni, könnyen tudjunk mintát faragni a végére, ami aztán a pecsételőként fog szolgálni számunkra. És így már lassan-lassan kiforosodott a szögnek a vége. Most azt csinálom, hogy csak egyszerűen de félrehelyezem, és hagyom, hogy kihűljön. És azért, hogy a videó tovább is, tehát ne nyújtson hosszúra, már előkészítettem egy szöget, amit előre felhevítettem, és a fűrésszel le is vágtam a hegyét. Tehát a következő mozzanat az lenne, hogy a szögnek a hegyét egyenesen lefűrészeljük. Ezután le kell egyenesítsük, hogy egy szabályos, tökéletesen sima felületet kapjunk. Egy lapos reszelő van. Majd ezt követően egy durvább, illetve egy finomabb smirgli papíron kifényezem ezt a lapos felületet. Az ideális, talán a legideálisabb, hogy 8-as leíró mozdulatokkal 8-as leíró mozdulatokat végezzünk. Ez azért fontos, mert ezáltal a felület nem alakul ki egy domború felület. Tehát a felülete egyenes marad, nem fog kuposodni. Most a finomabb smirglim is ugyanezt megismételem. Oké. Ezt követően kirajzolom a felületre a mintát, amit szeretnék kihozni ebből a pecsételőből. Ilyen chevron, avagy kis nyíl pecsételőt fogok készíteni. Ezt először kirajzolom a
és mutatom nektek a rajzom, hogy egy ilyen mintát fogok készíteni. Ehhez pedig kétféle reszelőt használok, egy lapos reszelőt, illetve egy olyan szögletes formájút, amelynek 90 fokos, 4-90 fokos szöge van, és ezzel fogom kezdeni. A mintámnak az alulsó részéhez szükséges lesz erre a négyzet alakú reszelőre egy 90 fokos szöget kell reszelni. Tehát ezzel kezdem, hogy az alulsó részén 90 fokos szöget reszelni. Miután elkészült ez az ék, és ezzel együtt az alulsó része a pecsételőnek, a laposabb reszelőmet fogom elvenni, és a nyílnak a két oldalát, mutatom az ábrán ezt a felülső két oldalát fogom kireszelni, úgy, hogy ezek párhuzamosak legyenek az alulsó 90 fokos szög két szárával. Tehát itt van alól a szögem, és a két oldalát fogom úgy reszelni, hogy kialakuljon ez a szabályos kis nyíl. Amikor ezzel is kész vagyok, most már alakul, még egy utolsó lépésben a két szélét fogom a mintámnak párhuzamosan reszelni, és meg is venni a kívánt mintával. Most már úgy látom, jól néz ki. Ki is próbálom egy darab rézlemezen, hogy milyen mintát lehet vele ütni. Igen, tetszik. Utolsó lépésben egy kicsit fel fogom fényezni, rongyolni, hogy tökéletes mintát hagyjon a fémen. Ehhez használom ezt a ékszerész szerszámot, alkatrészt, viszont használhatok egy nagyon-nagyon finom ezres lévét, vagy hasonlókat. És amint elkészült a dizájn, és meg vagyunk vele elégedve. Nem tudom, látható-e. Azt újra a szén darabra fogom helyezni, és még felhevítem a hegyét, azt a részt, amit előzőleg is felhevítettem, csak ezennel meg kell, vissza kell keményítenem a szeget, tehát amint kiforosodik és tűzvörös lesz, hideg vízbe kell dobnom, hogy azonnal kihűljön, ezáltal vissza tud keményedni a szeg, és használhatom pecsétet. Köszönöm, Stanley! Kihalászom, és még egy utolsó finomítás, vagy a csiszolás, hogy ráképződött oxidációt leszedjem róla, és utolsó lépésben egy olajos sprayvel valamivel meg ajánlatos megkezelni, hiszen könnyen korodálódhat. Remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan jelentkezem egy újabbal. Sziasztok!